amikor Pataki János mesterem még ifjúkoromban megnézte a munkáimat, azok ilyen kezdeti ilyen grafikák voltak, és látta benne a tehetséget, de gondolta, hogy nincs a helyén a dolog, és azt javasolta, hogy hát menjek én vissza a faluba, ismerem a tájat, az embereket, a közösséget, a természetet, ami még éppen benne volt akkoriban. És próbáljak meg felemelni valamit, ami ott körülöttem van, és élmények alapján dolgozni. Ez nagyon nagyszerű felfedezés volt számomra, mert ezt a tanácsot megfogadva el is kezdtem ezen munkálkodni, és valóban ez a metódus, ez a legeslegkönnyebb volt számomra, hiszen megélt élményekből fakadt, és nem kellett nézegetni nyugati színes magazinokat, művészeti újságokat, hanem az, ami körülöttem volt, azt dolgoztam fel. Tehát gyakorlatilag ez a legegyszerűbb, és talán a legigazabb, amit megteltek én. Gondolom más művész is így van ezzel. Az élmények, amik engem érnek, hiszen falun élek, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy abban a faluban élek, ahol egyébként születtem, tehát oda mentem vissza, és kint is vagyok, bent is vagyok. Bent vagyok a tekintetben, hogy rokonám élnek, ismerem, a boltos a volt osztálytársam, tehát úgy bent vagyok, de kívülről pedig vizsgálhatom abból a magatartásból, hogy képzőművészként élek egyébként, és egy kicsit másképp nézem ezt az életet, mint aki benne van, és nagyon nehezen tudom kimozdulni. Tehát nekem van viszonyítási alapom, és ez ad arra lehetőséget, hogy egy kicsit eltávolodva vizsgáljam a vidéket. Én úgy gondolom, hogy elsősorban azért a képiség, a líraiság, és nem pedig egy megállapítás jöjjön le, ez a célom a munkáról, hanem egyfajta talány, ami nem megállapítás. Tehát soha nem mondok ki, vagy nem szeretnék kimondani valamit, hogy ez és ez az ember, vagy ez és ez a vidék ilyen és ilyen, hanem a művel, műben rejtve persze minden benne van, ha valaki elkezdi bogozni, de elsősorban az a szándékom és a célom is egyben, hogy ne tudjon senki se konkrétan mondjuk valamilyen társadalmi választ kihámozni egy-egy műből, akár szociálisan, akár anyagi, vagy bármilyen, hanem inkább az a célom, hogy nem, mi is van itt, mi történik, de elsősorban maga a nézhetőség, az élmény a lényeg.